Gyertek velem egy utazásra a világ legfélelmetesebb intézményeinek legsötétebb sarkaiba. Ma olyan börtönöket hoztam el nektek, ahol a félelem állandó társaddá válik, és a menekülés csak távoli álom maradhat. Vannak hírhedt helyek, amiket a rabok tesznek pokollá, azonban olyan szupertitkos intézmények is léteznek, amiket az őrök zsarnoksága tesz rémálommá. Remélem készen álltok, hogy újabb veszélyes börtönöket nézzünk meg, és maradj itt a videó legvégéig, mert utolsó helyre tettem a legdurvábbat. Az orosz Alcatraz. A Petak-szigeti börtön, más néven az Alcatraz Ruska, vagyis az orosz Alcatraz egy magas biztonsági fokozatú börtön, amely az Oka folyó egyik szigetén található. A börtön eredetileg az 1500-as években épült és kolostorként használták, azonban később börtönné alakították át. Ma elsősorban Oroszország legveszélyesebb bűnözőinek elhelyezésére szolgál, beleértve a sorozatgyilkosokat, a terroristákat és a szervezett bűnözés figuráit. A foglyokat zsúfolt cellákban tartják fogva, napi 22 és fél órán keresztül, ahol előfordul, hogy nem jut mindenkinek ágy, és évente csak két látogatást engedélyeznek. Szinte lehetetlen elmenekülni erről a helyről, mivel a túl jeges vize veszi körül a teljes komplexumot. Pontosabban az egyik őr így fogalmazott. Ha megpróbálnák kiásni magukat, akkor a vízbe esnének, ahol vagy a fagyhalál végezne velük, vagy a viharos hullámok. De ha mégis sikerülne pár métert úszniuk a nyílt vízre, akkor az őrök azonnal lelőnék őket. Az itteni körül körülményeket egyébként több pszichológus is vizsgálta már, aminek hatására a következő konszenzus született. Ez a hely elpusztítja az embert. Az első 9 hónapban még alkalmazkodnak, de 3-4 év után a személyiség lassan teljesen szétesik. És végül senki sem tölt itt 25 évet anélkül, hogy mentálisan tönkre ne tenni őt a hely légköre. Ezen kívül azért is tartják az egyik legrosszabb börtönnek a világon, mert nincs WC vagy megfelelő fürdőszoba, és az ember szinte egész életét egy cellában tölti, napi másfél órát leszámítva. Ha pedig a fogoly nem tartja be a szabályokat, akkor az elszigeteltség ráadásul súlyosbodik is, vagyis 15 napra bezárják egy kis sötét ablak nélküli szobába, ahol mindössze egy fémvödör és egy fapad található. A foglyok majdnem fele tuberkulózisban szenved, sőt valójában az említett napi másfél órában is csak kis ketrecekbe engedik őket a szobák előtt, amelyek csak néhány lépésre vannak cellájuktól. Noha az erőszak itt nem olyan gyakori, mint a kevésbé őrzött börtönökben, a pszichológiai szenvedések még a legkorruptabb bűnözőket is megtörik, ami néhányra fennmaradt nyilatkozatából érződik is. Amikor idejöttem, azt mondtam a feleségemnek, váljon el tőlem. Egy ideig sírt, de azóta soha nem láttuk egymást. Egy másik fogoly pedig a következőt mondta. Ez a szoba mára az otthonom lett, egy napon pedig mauzóleum lesz. Attika a vérfürdőhelye. Az Attika Correctional Facility egy maximális biztonságú börtön, amely New York államban, azon belül Attika városában található. Ez az ország egyik legismertebb és legmegosztóbb börtöne, amely hosszú és bonyolult történelemmel rendelkezik. A létesítményt először 1931-ben nyitották meg, akkor még javítóintézetként, de 1959-ben maximális biztonságú börtönné alakították át. Sok történet köthető az intézményhez, azonban az Attika leginkább az 1971-ben történt lázadásáról vált ismerté, amely szeptember 9-én kezdődött, amikor foglyok egy csoportja átvette a börtön irányítását és 42 alkalmazottat túszul ejtett. A foglyok tiltakozásának tárgya a rossz életkörülmények, a nem megfelelő orvosi ellátás és a bántalmazó bánásmód volt. A lázadók és az állami tisztviselők között ekkor tárgyalások kezdődtek, azonban rövidesen ezek megszakadtak, és szeptember 13-án Nelson Rockefeller kormányzó elrendelte, hogy az állami rendőrség erővel vegye vissza a börtönt a felkelőktől. Az ezt követő támadásban 39 ember halt meg, köztük 29 fogoly és 10 túszulejtett dolgozó. A legvéresebb börtönlázadás messze menő következményekkel járt az amerikai börtönrendszerre nézve, így New York állam kénytelen volt több millió dolláros kártérítést fizetni az áldozatok családjainak, valamint ezen felül is az eset országos vitát váltott ki a börtönreformról. A zavargásokat követő években ennek hatására bevezettek néhány újítást, de sok kritikus azzal érvelt, hogy a zavargáshoz vezető alapvető problémák, beleértve a túlzsúfoltságot, a rossz életkörülményeket, valamint az oktatást
oktatási és rehabilitációs programokhoz való hozzáférés hiányát még mindig léteznek a börtönökben szerte az országban. Az amerikai börtönreform tehát elindult, azonban túl sok eredményt még nem tudnak felmutatni. Az Attika Büntetés Végrehajtási Intézet egyébként még ma is működik, és több mint 2000 férfit tartanak itt fogva. A létesítmény továbbra is szigorú biztonsági intézkedéseiről ismert, és kiemelt hangsúlyt fektet a rend és a fokozott ellenőrzés fenntartására, azonban állítólag a mai napig is bántalmazzák a foglyokat, valamint több előbb említett probléma is fennáll még. A rejtélyes 22-es tábor. A 22-es tábor, más néven Hoerjong koncentrációs tábor, egy munkatábor volt Észak-Koreában, amely 2012-es bezárásáig működött. A tábor Észak-Korea északkeleti részén volt, a kínai és orosz határ közelében, és arról vált hírhetté, hogy ez volt az ország egyik legbrutálisabb börtöntábora. A 22-es tábort az 1960-as évek elején hozták létre, amit eredetileg politikai foglyok és családjaik fogvatartására terveztek, de idővel más csoportokra is kiterjedt, beleértve a közönséges bűnözőket, a hajléktalanokat és az állam elleni bűncselekmények elkövetésével vádolt személyeket is. A táboron belüli körülmények rendkívül kemények voltak, mivel a foglyokat kényszermunkának és kínzásnak vetették alá, sőt a kivégzések is gyakorta előfordultak. A rabok közül sokakat halálra dolgoztattak, míg mások alultápláltság, betegség vagy rossz bánásmód miatt haltak meg végül. Patkányokat kellett enniük a foglyoknak, sőt gyakran előfordult az is, hogy az őrök általi kínzások keretében állati ürülékből kellett kibányászniuk az ételt. A disszidensek és az emberi jogi aktivisták szerint a tábor ezen felül hírhet volt arról is, hogy orvosi kísérleteket végeztek foglyokon, beleértve akár az élő emberek boncolását is. A táborban fogvatartottak pontos száma nem ismert, de becslések szerint több tízezer vagy akár százezer foglyot tartottak fogva az évek során. 2012-ben az észak-koreai kormány bejelentette, hogy a tábort bezárták, de nem világos, hogy a foglyokat szabadon engedték, más táborokba szállították vagy kivégezték-e. A 22-es tábor és más észak-koreai börtöntáborok létezését széles körben elítélte a nemzetközi közösség, beleértve az ENSZ-t is. Ennek ellenére viszont az észak-koreai kormány tagadta az emberi jogok megsértésére vonatkozó állításokat, és nem engedélyezte a táborok független vizsgálatát, így nem tudhatjuk meg, mi volt a valóság és mi nem. Diyarbakir börtön. A Diyarbakir börtön Törökország délkeleti részén Diyarbakir városában elhelyezkedő, magas biztonsági fokozatú büntetőintézet. A börtönt 1980-ban építették, és körülbelül 750 fogvatartott befogadására tervezték, azonban az évek során a Diyarbakir börtönben fogvatartottak száma messze meghaladta a kapacitását, ami súlyos túlzsúfoltsághoz, valamint egészségtelen és embertelen életkörülményekhez vezetett. A börtön az 1980-as és 90-es években a török kormány kurd, szeparatista csoportokkal szembeni fellépése miatt kapott nemzetközi figyelmet, ugyanis ebben az időben kurd politikai foglyok ezreit tartották fogva a börtönben, akik közül sokakat a börtönszemélyzet kínzásnak és rossz bánásmódnak vetett alá. A börtönben ekkor olyan rosszak voltak a körülmények, hogy az emberi jogi szervezetek gyakran kínzó központként emlegették a helyet. 1996-ban az Európai Bizottság a hírhedt kínzások megállítása érdekében látogatást tett a börtönbe, ami rövid idő alatt is számos emberi jogi visszaélést dokumentált. Ezek közé tartozott a verés, a szexuális bántalmazás, valamint az állandó stressz helyzetek és akár az áramütések használata a kihallgatások során. Azt is megállapították továbbá, hogy a börtön valóban súlyosan túlzsúfolt, mivel sok fogvatartott kénytelen volt a földön aludni szűk és egészségtelen körülmények között. 2000-ben a török kormány bejelentette, hogy bezárja a Diyarbakir börtönt és egy új létesítménnyel helyettesíti azt. Ez a meghirdetett bezárás azonban több évet késett, és csak 2011-ben zárták be véglegesen. Az új intézmény, amely a Diyarbakir börtönt váltotta fel, a városon kívül található és körülbelül 1000 fogvatartott befogadására tervezték. Az említett börtön bezárása ellenére is a törökországi emberi jogi helyzet továbbra is aggodalomra ad okot. A kurd politikai foglyokat mai napig is börtönökben tartják országszerte, és még mindig gyakoriak a fogvatartottak kínzásáról és bántalmazásáról szóló jelentések. Ez
Ezzel pedig a mai videó végére is értünk. Nyomjatok egy lájkot, hogyha érdekesnek találtátok, élveztétek ezt a részletes bemutatást, és hogyha érdekel esetleg még folytatás is ebből a sorozatból. Tényleg meglepő, hogy már mennyi sok rémisztő börtönt bemutattam nektek, de higgyetek nekem, még mindig vannak továbbiak. Valamint, hogyha érdekel folytatás akár a világ legveszélyesebb bűnözőiről, vagy esetleg a legveszélyesebb gyerekbűnözőkről, akkor nyugodtan ezt írjátok már nekem kommentekbe, illetve írhatok akár további ötleteket is, hogy miről néznétek még meg videót. A múltkori videó hozzászólásaiban már nagyon jól megbeszéltük, hogy ki mennyire ért egyet ezekkel a fajta büntetésekkel, ki mennyire gondolja ezeket jogosnak, mennyire gondoljátok esetleg túlzónak, úgyhogy ma egy újabb témát vetnék fel, ami nem más, mint az, hogy szerintetek mi a világon a lehetőleges legnagyobb büntetés, amit csak egy ember átélhet. Nem muszáj börtönre gondolni, nem is muszáj teljes mértékben morális büntetésre gondolni. Kíváncsi vagyok tényleg, kinek mi juthat eszébe, úgyhogy írjátok meg kommentben, szerintetek, vagy éppen nektek mi lenne az elképzelhető lehető legnagyobb büntetés a világon. Én most minden esetre megköszönöm nektek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül nem sokára érkezem is egy újabbal, lehet, hogy rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!